Szép estét kívánok! Üdvözlök mindenkit itt a Mindset Pszichológia oldalán. Én Kovács Kristóf vagyok, a mai este házigazdája, és itt van velem Majoros Balázs. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és nektek pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Erre mindjárt vissza is térünk, pár mondatban bemutatnám a Mindsetet. Ugye egy szaklapként indultunk, tehát nagyon-nagyon sok cikket értek el a mindsetpszichologia.hu-n, illetve itt a weblapunkon, illetve foglalkozunk rendezvényszervezéssel is, ami most karantén időszakban ilyen videó formájában valósul meg leginkább, illetve van tanácsadó és terápiás központunk is, ilyen témákban is kereshettek minket. A ma este pedig azért jött létre, mivel az én területem leginkább a sportpszichológia, és szerintem nagyon fontos azzal foglalkozni, hogy a mi tudományterületünk, a mi tudományágunk, hogyan tud segíteni nem csak sportolóknak, hanem más olyan személyeknek, akiknek az életében, munkájában nagyon fontos a teljesítmény. Balázs, mi is szólítanál téged, hogy te hol érzed azt, hogy a sportpszichológia és a te munkád kapcsolódni tud? Hát igazából ugye el kell mondani, azt hiszem, tehát hogy egy balettművész élete az nagyon-nagyon hasonlít egy sportoló életéhez. Ugye nagyon nem szeretik a balettáncosok, hogyha így ezt a művészeti ágat a sporthoz hasonlítjuk, de ugye tagadhatatlanul rengeteg hasonlóság van, ugye a mindennapos fizikai igénybevétel, illetve a folyamatos teljesítmény kényszer, azt hiszem, hogy a mi vállunkon is rajta ül. Úgyhogy hát mindenféleképpen az egész társulat ugye azon van nap, mint nap, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani magunkból, illetve hogy a nézők ugye a legjobb előadásokat és a legszebb táncbemutatókat kapják meg, ami ugye nyilván egy mindennapos, kemény erőbedobást igényel tőlünk. És megjelenik ugye a tökéletességre törekvés, hiszen azért hibázni nagyon nem lehet egy előadás alkalmával. Hát igyekszünk ezt a minimálisra csökkenteni, sajnos, mivel hogy ugye ez is egy élő műfaj, tehát ugye a hibákat teljesen nem lehet kizárni, de természetesen azért csináljuk végig a sokszor rendkívül hosszú próbafolyamatot, hogy ugye a hiba lehetőséget a legminimálisabbra csökkentsük. Szuper. Most ennek kicsit így szünete van a társulatban, illetve talán az egész világban a járvány miatt. Hogy vagy? Hát igen, sajnos nem a legszebb napjainkat éljük a színházban, ha szabad így fogalmaznom. Ugye minket ért el először ugye a bezárás, ugye márciusban ugye be kellett zárnunk a színházat. Úgyhogy a tavalyi évadunk az ugye márciustól nem tudott befejeződni. És sajnos egyelőre az idei szezon sem alakult túl rózsásan, ugyanis hát nemrégiben lett volna egy Laurencia bemutatónk, amit le kellett mondjon a társulat ugye a túlzott megbetegedések miatt, illetve hát most sajnos a társulat nagy része most is ugye kényszer szabadságon van a vírus miatt. Úgyhogy elég nehezen viseljük, szerintem nagyon vártunk már arra, hogy visszatérhessünk az új szezonban, és ott lehessünk újra a színpadon a nézőkkel. Ez sajnos még egyelőre úgy néz ki, hogy várat magára, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez minél előbb megvalósulhasson. Ugye jelen helyzetben nagyon sokat kerül az, hogy bizonyos szolgáltatásokat online formára vigyenek. Nálatok ez mennyire jelent meg, vagy nálatok mennyire számít egyáltalán az, hogy ti és a közönség hogyan rezonáltok? Igazából a színház mindent megtesz azért, hogy a nézők ne maradjanak kultúra és művészet nélkül. Tehát most elindult az Opera csatornáján egy előadás sorozat, ahol ugye nézők nélkül, de ugye online élőben követhetőek az előadások, különböző kamaradarabok, különböző padodők, kettősök. Úgyhogy igyekszünk azért anyagot biztosítani a nézőknek, de nyilván ugye ez összehasonlíthatatlan azzal, mint amikor ott van a néző a színházban, és érzi a táncos rezgéseit, illetve a táncos ugyanúgy együtt tud lélegezni élni a közönségével. Nyilván ez lenne az ideális helyzet, de azt hiszem, hogy egy ilyen kényszer megoldásnak mégiscsak jobb, mint hogyha a nézőket teljesen cserben hagyom.
mindenféle előadás nélkül próbálnánk átvészelni ezt az időszakot. Nagyon szuper, hogy tesztek így a nézőitekért. Másik fontos kérdés szerintem mostanában az a home office kérdés. Nálatok ez hogy néz ki? Hát el tudod képzelni, hogy ez nem egy annyira könnyen megvalósítható dolog. Bár vannak rá próbálkozásaink, ugye tehát, mielőtt ugye elkezdtük volna az új szezonunkat, elindult egy ilyen videó balettóra igazából, tehát egy ilyen online balettórán vehetett részt a társulat. Nyár végén ugye a társulatnak a szólistáit tartották a balettórákat, illetve most pedig már balettmesterekkel, ugye most is egy kisebb leállásra kényszerült a színház, úgyhogy most is igazából online folynak a balettórák, tréningek. Hát én igazából otthon a dolgozószobámból próbáltam egy ilyen balettermet kreálni, kisebb-nagyobb sikerrel, de hát nyilván ugye nem ezek az ideális körülmények. De nyilván tehát igyekszünk minél jobban formában tartani magunkat, és azért ez mégiscsak egy jó módja annak, hogy minél kevesebb időt veszítsünk el emiatt. A sportolókkal való foglalkozásunk során azért rendre előjön a motiváció kérdése, hogy azért így nekik ugye verseny, nektek ugye előadás nélkül, ezért ez nagyon-nagyon nehéz tud lenni. Te ezt hogyan éled meg? Hát igazából nagyon hullámzó az a dolog bennem. Tehát ugye márciusban, amikor bezártunk, akkor igazából nem is tudtam hova tenni ezt az egész helyzetet. Tehát akkor ugyanúgy tehát így dolgoztam tovább, ugye otthon csináltam a különböző nyújtóerősítő gyakorlatokat, mert így egyszerűen nem akartam felfogni azt, hogy ez így tényleg megtörténik velünk. És abban a pillanatban, ugye, amikor már ugye egyértelművé vált, hogy az a szezon, abban a szezonban már nem tudunk előadást csinálni, akkor iszonyatosan leeresztettem, és igyekeztem mással elfoglalni magam, igyekeztem elterelni a gondolataimat erről. Nagyon furcsa időszak volt. Nyilván soha életemben nem találkoztam még ilyennel, ugye soha nem volt ennyire hosszú leállás az életemben, tehát hogy 4 hónapot töltöttem volna balett nélkül, színpad nélkül, vagy egyáltalán a mindennapos próbák nélkül. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa és megterhelő időszak volt. Aztán ugye, ahogy közeledtünk ugye az új szezon felé, és sajnos azért tehát várni lehetett, hogy tehát most sem lesz ez egy sétavaló, és valószínűleg ebben a szezonban is rengeteg nehézséggel kell megküzdeni, de talán most már jobban tudtuk azt, hogy mire számíthatunk, és ez jobban benne volt a levegőben. Márciusban, amikor jött az első leállásunk, akkor az mindenkit nagyon meglepett, tehát hogy ez egy ilyen villámcsapásszerű dolog volt. Most már ugye nyilván hát szomorú ezt mondani, de úgy az életünk részévé vált ez a helyzet. Mindenki fel van rá készülve, hogy ugyanez bármelyik pillanatban megtörténik. Akkor mondhatjuk azt, hogy segít, hogyha ilyenkor egy forgatókönyvet gyártasz, vagy gyártatok arra, hogy hogyan is lehet tovább, hogy hány út is van előttetek, és mindegyikre van egyfajta megoldásotok? Hát igazából tudod, az óriási probléma nálunk, hogy tehát ugye ez Magyarország legnagyobb társulata. Tehát 120 táncosunk van, tehát nem tudunk úgy egy darabot lepróbálni, hogy másfél méteres távolságot tartunk egymástól, tehát nem tudunk úgy egy emelést megcsinálni. Tehát ugye nyilván ez ugye a mi szakmánkban, ez kivitelezhetetlen. Tehát azért, hogy mondjam, nyilván próbál a színház különböző utakat találni arra, hogy lehet ezt az időszakot átvészelni, de ilyen szempontból a balett tehát iszonyatosan nehéz helyzetben van. De igyekszünk nyilván mi is pozitívak maradni és kitartani. Neked mik az ilyen motivációs dolgaid, amivel így ezt a pozitív szemléletet valamennyire meg tudod tartani? Igazából igyekszem inkább így befelé figyelni, a saját testemmel foglalkozni, az úgy mindig, hogy mondjam, megnyugtat és lesz egy ilyen egész más légkörbe vagy atmoszférába kerül.
azáltal, hogy igyekszem a külső tényezőket kizárni, és inkább befelé figyelni. Ez nagyon sokat segít, illetve egyébként nagyon sok motivációs könyvet olvasok, nagyon sok motivációs anyagot hallgatok, inkább ugye ilyen, inkább külföldi előadóktól, az nagyon sokszor engem kihúzott már így a mélypontokból. Úgyhogy igazából most jelenleg más sajnos nem maradt, mert ugye általában ami visszatölti az energiáinkat és a pozitivitásunkat, azok az előadások, az előadásnak a sikere, az egy jó előadás, amikor ott állsz a boldog közönség előtt, és érzed az örömüket, és kinyilvánítják a tetszésüket, nyilván az, ami a leginkább visszatölt szerintem egy táncos, de tehát ugye ennek most sajnos hiány van. Visszatöltődés kapcsán így eszembe jut az első emlékem, amikor én a karantén után elmehettem sportolni, és így nagyon-nagyon jó volt, nagyon sok teljesítmény, nagyon sok feszültség kijött belőlem. Én ezt így jónak éltem meg, így a sport keretein belül, de voltak, akinek ilyen, hát így ilyen negatív vonulata volt, tehát inkább ilyen agresszióba jött ki, és szerintem az a hétköznapi emberekben is ez a frusztráció meg tud jelenni, egyrészt negatív oldalról, másrészt negatív oldalról. Ti művészek azért így szerencsésebb helyzetben vagytok talán, hiszen ugye a művészet nyelvén is ki tudjátok fejezni a fájdalmat, vagy éppen negatív élményeket. Abszolút, ez abszolút így van. Nekem egyébként a legkedvesebb előadásai azok, ahol minél több érzelmet tudunk kifejezni, hogy nyilván vannak nekünk is cselekményes darabjaink, ahol ugye egy karaktert kell megformálni, egy életszituációt kell megformálni. Teljesen más érzés egy ilyen előadás után egy a színpadról, mint mondjuk egy táncvitt után, ahol maga csak a mozgás forma a fontos, és kevésbé az érzelmeken van a hangsúly. Például imádtam mondjuk a Karamazov testvérek, Dimitri Jelenni, ahol tehát a csapkod az ember, bútorokat dobál össze-vissza, rengeteg stresszt letudtam ezzel. Most megvan az a pillanat, amikor először voltál újra színházban a karantén után? Hát sajnos számomra ez a pillanat még mindig nem jött el. Ugye a társadalomnak volt egy darab előadása, amit sikerült megtartani. Ugye ez a Kaktuszok című darab, ahol ugye ment egy új premier, amiben én nem szerepeltem, illetve szerepeltem volna, csak hát ugye ott is ugye műsort kellett változtatni a megbetegedések miatt. Úgyhogy az a szám, amiben én táncoltam volna, az sajnálatos módon lekerült a műsorról. Úgyhogy igazából ez még nálam várat volna erre, hogy visszatérhessek a színházba. Most ugye Újpesten dolgozunk egy próbakomplexumban, ami ugye nyilván nélkülözi azt a színházi légkört. Ugye minden színháznak van egy sajátos illata, egy olyan légkör, amitől szerintem számunkra a dolgozóknak az tényleg egy ilyen szentély. Úgyhogy nagyon várom, hogy először betehessen újra lábam a színházba. Hát bízunk benne, hogy ez minél előbb bekövetkezik. Nagyon érdekes, ez nagyon megfogott, hogy mondtad, hogy illata van egy színháznak, hogy sajátos atmoszférája van. Ugye a sportolók klienseim is beszámolnak erről, hogy melyik pályán, hogy érzik magukat, mi jelenik meg. Neked van-e kedvenc helyszíned, ahol Hát ez egyértelműen az operaház. Tehát azt hiszem, hogy minden szempontból a legcsodálatosabb, nagyon jó színpad, nagyon jó színpad van az operaháznak. Illetve hát ugye az volt az otthonunk éveken keresztül, ugye. Ez hiszem most már talán negyedik éve zajlik a felújítás, úgyhogy onnan ki kellett költöznünk, ott azóta nem tudunk előadásokat csinálni. Azt nagyon várom, hogy oda visszakerülhessen a színház, illetve a társulat. Ott imádtam dolgozni, tehát annak a helynek nyilván hát elég csak ránézni, és szerintem az ember érzi azt az energiát, ami abban az épületben van. De mi minden játszóhelyünket nagyon szeretem. Tehát az Erkel Színháztól kezdve, ugye az Eiffel Műhelyház most Kőbányán nyitotta meg a színház. Igazából talán sokkal fontosabb az, hogy ott van az ember és csinálja, mint az, hogy pontosan hol.
Tehát így az operaház az egy nagy kedvenc, de tényleg minden játszóhely különleges valami miatt. Uh-huh. Volt egy érdekes pillanat most az imént, hogy kitekintettél a kamerába, és most eddig végig szinte egymásra néztünk így közben, és ugye most ez a színházról és a helyszínekről beszéltél. Olyan volt, hogy most kicsit, mintha kitekintettél volna ott a közönségre? Igen, volt egy kicsit, pont ugyanez az érzésem volt nekem is. És mit okozott benned ez? Na, iszonyatosan hiányzik az a látvány, ami így a színpadról fogadja az embert. Iszonyatosan nehéz megfogalmazni szerintem egy olyan embernek, aki nem színpadi ember, nem színházi ember. Van benne valami olyan feszültség, ad egy olyan adrenalint, hogy amikor tudja az ember, hogy ennek most kell jónak lennie, most kell ott lennie, most kell odaadjon mindent, amit ugye előtte heteken, hónapokon keresztül csiszolgatott, és igyekezett megtalálni a millió út közül azt az utat, ami neki el kell indulnia. Fantasztikus érzés, hallani a székeknek a csikorgását, a köhintéseket. Iszonyatosan távolra kerültünk most ettől a dologtól, tehát így társulati szinten nagyon távol kerültünk a nézőktől, és ez szörnyű érzés szerintem egy előadó művésznek. Nagyon nehéz ezen túllendülni. Említettél itt a nyikorgást, a köhécselést, ezek azért ki tudnak zökkenteni előadás közben, te ezt ki szoktad zárni, vagy beengedett, hogy vagy ezzel? Abszolút ki szoktam zárni, valahogy így, de nem tudom, szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert bocsánat, nagyon nehéz kizökkenteni. Ugye, tehát így a műsor elején beszéltünk arról, hogy ez egy élő műfaj, és hát azért tehát sokszor történnek olyan események az előadás közben, ami nem feltétlenül úgy kellett volna, hogy történjen, és ezeket ugye nyilván azonnal meg kell oldani, és korrigálni kell, és nem feltétlenül a mi hibánk volt, tehát akár egy díszlet nem oda kerül, ahova kellett volna egy kellék, egy akármi, tehát ugye itt rengeteg minden megtörténhet. Úgyhogy erre muszáj az embernek nagyon gyorsan reagálnia, és csak menni tovább. Készültem neked egy ilyen különlegességgel, eldöntendő kérdéseket fogok föltenni neked, vagy kérdéseket. Arra kérnélek téged, hogy válaszold meg, amilyen gyorsan csak tudod. Elem. Fekete vagy fehér hattyú? Fekete. Önmagam vagy mások? Mások. Sport vagy művészet? Művészet. Félig teli vagy félig üres? Félig teli. Klasszikus vagy kortárs? Klasszikus. Család vagy karrier? Család. Kötöttség vagy szabadság? Szabadság. Balettcipő vagy sportcipő? Balettcipő. Önkifejezés vagy teljesítmény? Teljesítmény. Don Quixote vagy a diótörő? Don Quixote. Szuper, köszönöm szépen. Nagyon izgalmas válaszok voltak. Meg volt-e valamelyik kérdés? Több is egyébként. Ugye kérdezted, hogy önkifejezés vagy teljesítmény. Ott nem is tudom, hogy miért a teljesítményt választottam. Fehér-fekete hattyúnál is elgondolkoztam, hogy tehát ugye ezeket a karaktereket inkább ugye hölgyek alakítják, de valahogy mindig, tehát ugye nyilván ezt talán azok a kedves nézők is tudják, akik nem feltétlenül járnak balett előadásokra, ugye a fekete-fehér hattyú, ugye a jó és a rosszabb a szimbóluma. A fehér hattyú az, aki ugye csillog-villog és egy ilyen ideális, pozitív képet fest magáról, és nagyon furcsa, hogy mindig sokkal jobban szerettem ezeket a negatív karaktereket táncolni színpadon. Mint mondjuk egyik kedvenc szerepem a Vágy villamosának Stanley-e, aki, tehát akiről sem felkében nem lehetne azt mondani, hogy egy ilyen, tehát hogy egy olyan személy, akire szívesen hasonlítanék, tehát egy agresszív, alkoholista, nem tudom, de mégis valahogy ha lehet ilyet mondani, jó érzés abba a bőrbe is belebújni és kipróbálni
hogy miken mehet keresztül egy ilyen ember. Amikor mondjuk olvastál akár gyerekkorodban, akkor is inkább a negatív karakterek szólítottak meg téged? Igazából igen. Mindig sokkal izgalmasabbnak találtam. Főleg, hogyha itt így karakterről beszélünk. Ezeket a negatív gonosz karaktereket emlékszem egyébként minden mesében. A millió gonosz karakterek voltak, nem tudom miért. Ennél egyébként hasonlítunk. Ezt talán pszichológusként neked kérem. Mi történhetett vele, amiért ez a... Örülök egyébként, hogy így behoztad ezt a témát, hogy inkább ugye női karakterek játszák mondjuk ezt a fekete és fehér hattyút, hogy őszinte leszek, amikor a kolléginám mondta, hogy megkeresett a terházat és egy balettáncossal készülünk beszélgetni, akkor én meglepődtem, hogy férfi balettáncos jön. És szerinted miért van az egyébként, hogy a társadalomban inkább nőkkel, vagy női balettáncosokat látnak, vagy azzal azonosítják a balettot? Hát szerintem ennek több oka is van. Ugye, tehát van egy ilyen elég furcsa sztereotípia ez a szakmával kapcsolatban, ami úgy gondolom, hogy nem fedi a valóságot. Nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, aki ugye nem a közvetlen környezetemből jött, tehát nem ismert évek óta, tehát csak így alkalmattán találkoztam vele, és elmeséltem, hogy mivel foglalkozom, szóba került, hogy mivel foglalkozom, és nagyon sokan meg voltak lepődve. Tehát az embereknek van valamilyen furcsa képük erről az egész szakmáról, illetve a férfi balettművészekről, amit én igazából nem értek, hogy miért van, ez egyszerűen így alakult ki, és hogy mondjam, ezen valahogy úgy érzem, hogy a társadalom nem igazán tud túllépni. Másfelől meg úgy gondolom, hogy tehát amit a nézők nagy része a színpadon lát, most ez is nyilván egy darabfüggő, tehát mondjuk beszélünk egy hattyúktaláról, ott ugye nyilván női karakter az, ami ugye a legkiemeltebb és a legnagyobb sikert aratja. A legnagyobb klasszikusokban, amit szerintem a legtöbb néző ismer, beszéljünk mondjuk a Csipke Rózsikáról, vagy a Diótörőről, tehát ott ugye inkább a női karakterek dominálnak. De emellett ugye rengeteg olyan darabunk van, ahol viszont a férfi táncosok, most csak nézzük meg egy Spartakuszt, vagy egy Karamazov testvéreket, tehát ahol abszolút a férfi táncosok a dominánsak. Ugye az segíti ezt a folyamatot például, hogy a média hozzááll. Ugye most volt nemrég egy hír, hogy Vilmos Hercegnek talán az egyik fia, ő is a balett szerelmese lett, más fiatalon, és akkor egy amerikai műsorvezető kinevette ezért. Igen, sajnos ezt nagyon sok helyről hallom én is, hogy így szerintesen negatív a megítélése ennek a dolognak. Én megmondom őszintén, hogy nem igazán értem, hogy ennek mi az oka, mert egy iszonyatosan férfias szakma tud lenni, hogyha az ember telálloda teszi magát, és egy igazi férfit kíván az, hogy akár napi 12 órán keresztül fizikai munkát végezzen, és egyik darabot a másik után próbálja le. Igen, ez megterelő tud lenni fizikálisan is, abszolút. És mentálisan is. Téged melyik az, ami közül a három közül, ami a legjobban megterhelő, vagy melyik az, amik a legkevésbé? Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert de ugye nyilván ugye a fizikális terhelés, ugye az egy állandóan jelenlévő dolog. Na most attól ugye, hogy talán kicsit attól vagyunk nehezebb helyzetben, mint a sportolók. Tehát ugye egy sportoló ugye egy szakágon belül ugye egy bizonyos mozgásformát, hogyha fogalmazhatok így, végez és gyakorol. Még ugye nálunk ugye különböző, tehát a repertoáron lévő különböző darabok ugye teljesen különböző koreográfusoktól, teljesen különböző mozgásformát igényelnek, és teljesen más izmokat használunk. Akár nem tudom, 11-től 2-ig lepróbálunk mondjuk egy hattyúktavát, és utána egy teljesen más modern darabot, ami teljesen más izommunkát és izomhasználatot követel, ami úgy gondolom, hogy iszonyatosan megterhelő fizikálisan. Mentálisan vannak könnyebb és nehezebb időszakok, de azt hiszem, hogy ez tehát nem csak a táncosok, a sportolók életében, de tehát, hogy úgy gondolom, hogy a hétköznapi emberek számára is
ez ugyanúgy jelen van. Talán annyival nehezebb a mi helyzetünk, hogyha valami nem úgy sikerül, hogyha valami nem úgy megy, ahogy azt szeretnénk, az adott esetben 1500 ember előtt történik. És azért úgy gondolom, hogy ez egy kicsit nagyobb, hogy mondjam, hangsúlyt helyez arra az esetleges hibára, vagy félresiklott lépésre, mozdulatra. De azt hiszem, hogy ez a sportolóknál is abszolút jelen van. Tehát ha egy versenyen hibázik valaki, főleg ha egy tétversenyen, az sokkal nagyobb lelki nyomást helyez rá, mint sem az edzésen, vagy ha valami esetünkben a próbateremben történik valami. Nagyon gyorsan elrepült egyébként az időnk, amit így belőttünk elsőre. Most nagyon sok dolgot mondtál arról, hogy mi az, ami lefáraszt, mi az, ami nehezebb. Amíg ránézek arra, hogy jött-e kommentben kérdés, addig kérlek, számolj be nekünk arról, hogy mi az, ami feltölt téged, mi az, amiből te megítkezni tudsz, akár a hétköznapok során, akár előadások során. Hát igazából ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert ugye a tánc mellett megtaláltam a másik szerelmemet, a kedves mennyasszonyomat. Tehát aki egyébként ős balerina, tehát kollégák vagyunk, tőle rengeteg energiát kapok, és amikor, tehát a nehéz időszakokban ő mindig azért talpra tud állítani, és tovább tud lögdösni az úton, ami óriási segítség. A családom, tehát a családom is abszolút olyanak, tehát hogy mindig mindenben számíthatok rájuk, édesapám, a testvérem, nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ők az életem részei, és segítenek és támogatnak. Illetve hát próbálok más irányban is tevékenykedni. Tehát például nagyon szeretek vitorlázni, az egy hatalmas feltöltődés, amikor le tudok menni egy-két napra, és kint a vízen, a csöndben, nyugalomban. Sok esetben egyébként egyedül, tehát nagyon-nagyon szeretek például egyedül vitorlázni, mert ugye akkor az ember úgy ott marad saját magával, a gondolataival, a gondjaival, az örömével, és azt úgy könnyebben, én legalábbis könnyebben tudom ott helyre rakni a dolgokat, mint itt a folyamatos pörgésben, és a mindenféle külső zajban, és most nem feltétlenül csak tehát fizikai zajokra gondolok, hanem tehát rengeteg információ, a megosztott figyelem. Úgyhogy nekem ezek a dolgok azok, amik a legtöbbet segítenek abban, hogy a nehezebb időszakokat át tudjam vészelni, illetve az, hogy folyamatosan motivált és kiegyensúlyozott tudjak maradni. Nagyon jó, amit ezt így behoztál, hogy ezzel a kicsit a mindfulness irányzat, amit így mond, ugye jelen lenni, jelen tudatosságban lenni, ugye jelen tudatosnak lenni, hogy ez, amit te megérsz a vitorlázás során. Ugye sokan számolnak be arról, hogy viszont átállni nem olyan könnyű. Neked hogy megy ez az átmenet? Hogyan sikerülsz át a színházas nyüzsi és a vitorlázás? Igazából nagyon érdekes a kérdésed, mert tehát ez a vitorlázás nem körülbelül egy ilyen 4 évvel ezelőtt kezdődött el, és ez volt az egyetlen olyan dolog, ami így át tudott zökkenteni. Tehát előtte nyilván ugye az ember próbált elutazni, tehát én is próbáltam ugye valamit töltődni, és előtte hát mit csinál az ember, megpróbál elutazni valahol egy hétvégére, egy wellness szállodába, vagy kibérel egy lakást valahol, nem tudom, vidéken. De ott napok kellettek ahhoz, mire így vissza tudtam lassulni, és át tudtam menni azt a ritmust, ami ahhoz kellett, hogy abba az állapotba kerüljek, amit úgy érzem, hogy most, ha már csak így lemegyek a kikötőbe, és hallom a köteleknek a csapkodását, és a hullámoknak a hangját, abban a pillanatban így valami, nem tudom, valami így kiszáll, tehát hogy így. De ez nagyon, nagyon érdekes, mert egyébként eddig, hogy így meg nem kérdezted, ez nem is tudatosult bennem, csak most, hogy így rákérdeztél erre, hogy itt valahogy ez így megy. Még egyébként tényleg, tehát hogy ugye nálunk, amikor ugye erre a legtöbb lehetőség volt, az ugye nyári szünet. Tehát ugye általában június végén ugye vége lesz a színházi szezon, meg is akkor ugye augusztus
végéig általában szabadságon vagyunk. És ott ugye az ember, amikor elmegy nyaralni, ott volt ez abszolút megfigyelhető, hogy az első egy-két hétben inkább az ilyen furcsa érzés kavargott bennem, hogy akkor most kéne csinálnom valamit, de mit kéne csinálnom, hogy csinálhatom-e egyáltalán, igen, tehát, hogy kell egyáltalán bármit is csinálnom. Tehát, hogy ott mindig ez egy hosszú folyamat volt, és persze mire az ember úgy belekényelmesedett ebbe a helyzetbe, mert a tiszta dolgozni, mert úgyhogy így alakult nálam ez az egész. Beszéltünk jelenről, múltról, mik a kilátások így a jövőre nézve? Hát, meg teljesen őszinte leszek veled, fogalmam sincs. Hát reméljük, hogy folytatni tudjuk az előadásokat, ugye folyamatosan kívánok tűzve a soron következő előadásaink. Ugye a társulat most pénteken visszamegy dolgozni, ugye kisebb csoportokra leszünk bontva, kisebb csoportokban fogunk próbálni, és bízunk benne, hogy hagyjuk tavaly előadásunkat, már a színpadon tudjuk véghez vinni. Ez mikor van egyébként tervezve? Jó kérdés. Pontos dátumot nem tudok neked mondani. De ugye az a következő attrakciója a színháznak, illetve hát ugye ezek az online előadásaink, ezek folyamatosan mennek, ami tehát ugye ilyen hetes váltásban, mikor éppen kilír fel. Úgyhogy hát igazából, amit a legjobban várok, az első nyilvános fellépésem. Úgyhogy bízom, hogy ez minél hamarabb be tud következni. És hát reméljük nyilván, hogy a minél előbb itt visszáll ugye a színházi rend, és nem kell attól félnünk, hogy mi lesz volna. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Van-e valami konklúzió, vagy valami mondandó még, ami benned maradt? Igazából nincsen. Szeretném nektek még egyszer köszönni a meghívást. Nagyon jól éreztem magam, és várunk, hogy szeretettel mindenkit az előadásainkra. Hát bízunk benne, hogy erre mi hamarabb sor kerülhet, de bízunk abban is, hogy nem sokára mi is élő előadásokkal szórakoztathatjuk majd a nagy érdeműt. Addig is kövessétek a Mindset Pszichológiának a Facebook oldalát, illetve a Facebook oldalunkból van egy Mindset Sportpszichológia is, ahol külön sportpszichológiai tartalmakkal ismerkedhettek. Bármilyen kérdésetek van, keresetek minket bizalommal, illetve olvassátok cikkeinket a mindsetpszichologia.hu-n. Köszönjük, hogy itt voltatok, szép estét kívánunk! Köszönjük szépen!